Pancsó Tamás Erosztály megkezdi a fiúk csatáját. Aztán következik az irigy Holhajmi irigyé Ruszkó László. És felkészül még Várhelyi Balázs. Stuhl Hair Club. Pancsó Tamás most megmutatja nekünk, hogy a vízen hogy tud teljesíteni. Most egy újra hibát itt beintettek, ami nagyon nagy katasztrófa. Pancsó, Tomi, a második körre marad minden reménye. Ez a szakasz jó. És mindjárt kiderül, hogy itt a célbólyák környékén mit tud csinálni. Húzni kéne azt a gázt, jobban, határozottabban. És most a hajtűkanyarhoz jön. Nagy gáz, nagy forduló. Jó volt, jó volt. Na most jön a második kör, amit figyelni kell, hiszen a bója miatt, bója hiba miatt 10 másodperc a sültetés kapott. Ami kifejezett a helyzetén. Ő is egyébként előttől csecskizik. Nem jó! Nem jó, mert azt a piros bóját a sarkon azt is be kell venni. Jó! Kimaradt a bója. Hát lehet, hogy Pancsó Tomi egyelőre elbúcsúzik tőlünk. Két bólyaiba, mind a két körében egy-egy. Marad meg a szár, igazán a szagyelőre nem lesz belőle. Lehet a cheerleaderek hiányoztak, aki feljönnek, hogy szurkoljanak neki. Pancsó Tamás! Hát most így sikerült! De jól néztek! A lényeg itt van velük ő is! Húzgó László! Az irigyó, nagy irigyő! Ő lesz a következő kulcsa! Ice Watch Jetski Starkus a 2011 az úriember sisakban és kesszűben, ő már lehet, hogy tud valamit, kérem. Az így jól a nyilvások nem viccelnek, amikor vízről van szó. Hát nézzük. Húzgó László lehet a vizet. Várhelyi Balázs követi.